A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai számára is csendesen telt minden szentek és halottak napja. Az ünnepek alatt a revizorok Baranya több településén 41 helyszínen végeztek ellenőrzéseket az ünnepekkor kitelepült virág- és ajándékárusoknál. Ismét hasznosnak bizonyult az Adótrafipax előrejelzése, amelyben a megyei igazgatóság felhívja az érintettek figyelmét az ellenőrzésekre. Ez alkalommal ugyanis pozitív tapasztalatokról számoltak be a revizorok. A próbavásárlásoknál minden adózó eleget tett a szabályoknak, a vásárlásokról kiállították és átadták a nyugtát. Emellett az alkalmazottakat is bejelentették, nem foglalkoztattak feketén senkit. Mindössze egy foglalkoztató volt, aki késedelmesen tett bejelentést, ő figyelmeztetést kapott. November 2. hetében egyébként a NAV munkatársai már végeztek ellenőrzéseket pécsi állatpatikákban, mohácsi ruhaboltokban, a hétvégén pedig Pécset a Nagy Imre úti vendéglátóhelyek számíthatnak a revizorok megjelenésére. Az ellenőrök, mint a legtöbb esetben, most is a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését és a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. A megye építkezésein továbbra is bármikor számíthatnak a hivatal munkatársainak jelenlétére.